Kedves hallgatók, ez a Zárt Osztály 117. adása, Benedikt Waldorf nélkül Charles Stadlerrel. Na meg ahogy ezt elképzeled, barátom. Azért én belehallgatok és bele is beszélek ebbe. Benediktet az utolsó idei tervezett felvételéről elmeállapotára való tekintettel. Hirtelen elszállították a Heimpál gyermekkórházba. Azóta a ráadott pizsama miatt mozdulatlanul beszeng egy ágy szélén, nem mer felállni, mert fél, hogy végigreped rajta az egész. Na jó, ez vicces volt, de azért majd visszakapod. Sajnos adásunk előkészítésében sem tudott részt venni, ezért a mostani hírek kicsit össze-vissza válogatatlanul fognak érkezni, pésületlenül, de remélhetőleg kellően szórakoztatóan. Szeretünk magasról indítani, ezért elsőként a japán milliárdosról szóló hírt borolnám le, aki a Soyuz segítségével feljutott az ISS-re. Mint kiderült, az egyik az általa felírt 100 űrben végzendő tevékenység közül az az, hogy Uber Eats-et szállítson ki az űrállomásra. Ennek a kiszállításnak a kilométerenkénti ára valószínűleg meghaladta azt, amit nekünk a városon belül ki szoktak számlázni. És vajon melegen ért oda? Vagy sushit vitt volt annyi esze? Ha már űrről említést ejtettem, nem hagyhatom figyelmen kívül azt a hírt sem, amit a BBC News-on olvastam, miszerint egy speciális hálózsákot kellett tervezniük az asztronautáknak, amely a hosszú távú űrutazásokon alvás közben segíti őket a látásuk megőrzésében. Mint ezt megtudtam, az űrben a gravitáció hiánya, illetve a mikrogravitáció látás problémákat okoz, mivel hiányzik a vérkeringés fenntartásához szükséges nyomás, emiatt a fejben extra nyomás alakul ki, ami nyomást helyez a szemgolyóra, amitől távollátás alakul ki. A hosszú távú más missziók emiatt mindenképpen kell valamilyen készüléket alkalmazni, ami segít ennek a távollátási problémának az orvoslásában, illetve megelőzésében. Pedig az űrben kifejezetten hasznos dolog a távollátás, közel nem nagyon van semmi. Az erre kialakított hálózsák egy óriási porszívó, amely a nyomás csökkentésével oda vonza a folyadékot a lábba. Az űrhajósok tehát hosszú távú útjukon egy hatalmas porszívót fognak az alsó testájukra csatlakoztatni. Erről az a nem vicc jut eszembe, hogy az űrben íráshoz az amerikaiak drága pénzért kifejlesztettek egy tollat, ami a golyós tollat tudja imitálni, az oroszok megvittek ceruzát. Lépjünk tovább, nincs itt semmi látnivaló. De ha már látás. Az emberiség öregedésével egyre többen szenvednek a rövidlátástól. Ennek az átmeneti orvoslására dolgozott ki egy amerikai cég olyan szemcseppet, amely becsöppentésével a szem izomzata jobban tud mozogni és jobban tud adaptálódni a közellátás okozta kihívásokhoz. Az erről szóló cikkben azt találtam, hogy hiába találták ezt föl, még olyan sokba kerül, hogy várhatóan nem fogja a klasszikus szemüvegeket helyettesíteni, hiszen folyamatos alkalmazása lényegesen drágább, mint egy egyszerű olvasó szemüveg. Ugyanakkor, ha összetesszük ezt ezzel a hírrel, hogy az öregkori közellátás és a űrhajósok távollátása mind problémát okoz, szerintem el lehet azon gondolkodni, hogy űrhajósként időseket küldjünk majd a marsutakra, ezzel részint csökkentsük az erőgedő társadalmunknak a korát, átlag életkorát, részint pedig gyógyítsuk meg a rövidlátásukat. Ez win-win lenne az emberiség számára. Nem csak a korosodó felnőttek küzdenek látási problémákkal, de azok is, akik majdan Cybertruckot szeretnének vásárolni. Elon Musk kedvenc óriás terepjárójának tervezői abba a problémába ütköztek, hogy a Cybertruck szélvédőjén nem tudnak megfelelő méretű ablaktörlőt elhelyezni. Nem lenne ezzel semmi gond, hogyha nem 2022-ben kezdenék a forgalmazást, és nem csak most jöttek volna rá, hogy hupp, lemaradt. Annyira komikusan nagyméretű lapátra van szükség ugyanis a ablak tisztításához, hogy annak a elhelyezése, illetve elbújtatása a szögletes formák alá
lehetetlen, így ott fityeg az ablak elején ez a gigantikus gumiflepni. Természetesen mi annak idején első adásunkban már kitaláltuk, hogy ez butaság és lézerrel kéne az ablakot tisztítani, hiszen az sokkal haladóbb gondolkodásra utalna. Persze a tervezők néha elszúrnak ezt-azt. Így történhetett az is, hogy a világon egyik leginkább használt és elterjedt naplózó keretrendszerbe, tehát abba, amely különböző üzeneteket ír le egy alkalmazás működéséről, került bele egy olyan sérülékenység, amely az alkalmazás naplófájának írása helyett távoli programkódot tud futtatni. Ez az az osztálykönyvtár, amelyet egyébként az Oracle a Java letöltésekkor még úgy is hirdetett, hogy milliárdnyi eszközön fut. Ezzel megnyitottak egy olyan kaput, amelyben sok száz, sok ezer, sok tízezer alkalmazás felülvizsgálata válik szükségessé, amely erre a módszerre épít. Olyan kiterjedtségű ez a probléma, hogy állítólag már Apple eszközök és Tesla autók átnevezésével is el tudták érni, hogy azok segítségével távoli eljárásokat hívjanak meg. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a hiba csupán 7 évvel ezelőtt került bele az osztálykönyvtárba, így az ennél korábbi verziókat használó eszközök, rendszerek nem sérülékenyek. Sok intézmény lélegezhet hát föl, akik elmulasztották frissíteni az alkalmazásaikat, illetve újabb fejlesztéseket nem csináltak ebben az időszakban. Az elmúlt 2 év amúgy sem a fejlesztésről szólt. Sokan egyenesen a leépítésre kényszerültek rá, így járt például az a cégvezető is, aki a Better.com digitális hitelközvetítő céget vezette, és 900 alkalmazottját egyszerre, egy Zoom call-ba összehívva közölte velük, hogy a továbbiakban a cég nem tart igényt szolgálataikra. Javasolt névmódosítás, Verse.com. A cég alapítója és vezetője, Vishal Garg, ezzel beleírta magát a HR évkönyvekbe, hiszen korszakos cselekedetével példát mutat az eljövendő generációk számára. A negatív példa is példa. Így ne! Mint kiderült a cégvezető, ezek után azonnali hatállyal kényszerszabadságra ment, és az addigi pénzügyi vezető veszi át a cég további vezetését, persze csak átmenetileg. Példamutató magatartásával akár filmbe is belekerülhetne. Izgalmas hírként találkoztunk azzal a héten, hogy Nicolas Cage-ről szóló filmben fog szerepelni. Hollywood üdvöskéje már valószínűleg minden volt, ami lehetett, már csak önmagát kell megtalálnia. A film valószínűleg nem akarja teljesen komolyan venni magát, hiszen címe, az óriási tehetség elviselhetetlen súlya, sugallja, hogy itt egy akciókomédiáról van szó, és valóban az ezerarcú színész ebben a filmben egy CIA-s bevetésen fog színészként részt venni. Persze ez a film csak jövő tavasszal érkezik, addig viszont el kell szórakoztatni magunkat valamivel. Például hallgassunk podcastot. Na de mi van azokkal, akik nem tudnak podcastot hallgatni, nem úgy, mint ti, kedves hallgatóink, és hallássérültként szeretnék szórakoztatni magukat? Hát bizony, úgy néz ki, hogy Amerikában már az is büntetendő, hogyha az ember csak hallgatható podcastot készít. A Nemzeti Hallássérült Szövetség ugyanis beperelte a SiriusXM podcast szolgáltatót, mivel nem készített minden egyes podcast műsorhoz olvasható szöveges leírást. Megmondtuk, lásd kb. 50 részsel ezelőtt, foglalkozása podcast olvasó. Érdekes módon ezzel nem a védekezésre képes Spotify-t találták meg, hanem a lényegesen kisebb és kevesebb podcast show-t felvonultató Sirius-t, ami azt sugallja, hogy precedenst akarnak teremteni, amellyel később a nagyokat is meg tudják fogni. Mi természetesen ennek elébe mentünk, és cikkeinkben minden alkalommal minden információt megosztunk a hallgatókkal, tehát akik szeretnék, nyugodtan olvashatják az általunk leadott információkat írásos formában is. Ha már a podcastokat és a Spotify-t említem, akkor természetesen nem árt megjegyezni azt, hogy nem sokára a Spotify is lehetőséget fog adni a hallgatóknak arra, hogy értékeljék kedvenc podcastjaikat.
Nagyon reméljük, hogy te, kedves hallgatónk, is meg fogod keresni ezeket a kis csillagocskákat, és minél többen jutalmazol minket, akár iTunes-on, akár Spotify-on. Nem azért csináljuk a műsort, hogy rajongóink legyenek, de azért jó, hogyha kapunk valami visszajelzést. Kicsit komolyabb területre elvezve, az IBM és a Samsung nemrégiben bejelentették, hogy forradalmian új chipkészítési technológiát alakítottak ki, amely lehetővé teszi, hogy a tranzisztorokat ne csak horizontálisan, hanem vertikálisan egymás tetejére tudjanak egy chipen elhelyezni, ezzel lényegében megnövelve a tranzisztorok sűrűségét, valamint a szükséges áramfelhasználást is csökkentik. A hírek szerint akár 85%-nyival kevesebb energiát igényel ez a fajta technológia a korábbi elterjedt megoldásokhoz képest. Így úgy néz ki, hogy a Moore törvény mégis kap egy újabb lendületet, és a már-már leszálló ágba kerülő íve töretlenül tovább tud haladni. Nem csak az IBM és a Samsung jelentett be ilyen fejlesztést, de az Intel is. Ők egy másik technológiai változtatással már 2024-re ígérik, hogy a kisebb energiaigényű gyártási folyamataikkal beindítják a termelést, és az így készült chipekkel elkezdik a piacot ellátni. Ez ugye nem fogja befolyásolni a jelenlegi chiphiányt, hiszen az ottani gyárak a továbbiakban sem kapnak se alapanyagot, se több emberi erőforrást, de legalább kitűz egy új irányt, amelyben a szórakoztató elektronika akár 2-3-4-szer tovább is bírja akkumulátorral, ezzel pedig csökkentheti a mérete, valamint lényegesebben kevesebb nyersanyagot fog felhasználni. Az új számítási kapacitásra viszont szükség lesz. Az Intel nemrégiben bejelentette, hogy egy kutatása alapján a most elterjedő metaverzum a jelenlegihez képest 1000-szeres számítási kapacitást fog igényelni. Ez az 1000-szeres ugrás még akár kevés is lehet, ha azt nézzük, hogy jelenleg a Meta által biztosított legnagyobb VR felület vagy szoba az maximum 20 résztvevőt képes egyidejűleg kezelni, és emögött pedig a mezei halandók számára jelenleg elérhetetlen kapacitások állnak. Ennek a kapacitás növekedésnek nyilvánvalóan nem elég az, hogy ha a hardverek mennyiségét növeljük, teljesen új technológiákat kell kifejleszteni, hiszen a jelenlegi 3D gyorsítások még nem erre a fajta munkafolyamatra vannak kitalálva, és önmagával, nyerserővel nem lehet megoldani ezt a sebességnövekedést. Pedig nagyon rohannak a metaverzum felé a cégek. A Nike ebben is szeretne segítséget nyújtani, hiszen a futócipőiről is méltán híres cég nemrégiben megvásárolt egy virtuális cipőgyártó céget. Ízlelgessük kicsit a szót. Tehát egy olyan céget, amely olyan cipőket gyárt, ami valójában nem létezik és nem is létezhet. Valójában csak felvásárolt a konkurenciát és a platformot, cipődizájnt eddig is tudtak készíteni. Ez az RTFKT, lényegében majdnem RTKFT nevű, könnyen megjegyezhető nevű cég, NFT formátumban értékesíti azokat az egyedi 3D-s modelleket, amelyeket mostantól már Nike logóval is el lehet érni. A vásárlás összegét sajnos nem tudjuk, de sokat mond el a cég sikeréről, hogy 2020. januárjában alapult, és amikor NFT formájában 600 pár cipőt kirakott nemrégiben, akkor 3,1 millió dollárnyit keresett rajtuk. Természetesen nem csak cipővel foglalkozik a cég, teljesen egyedi avatárokat is tudnak dizájnolni, amelyek különböző metaverzumokban, különböző technológiákkal is akár megjelenhet. Nem tudom, mennyibe kerülhet egy ilyen egyedi avatár, de az biztos, hogy én maradok a szürke emberkénél, hogyha ez ennyibe kerül. Úgy látszik, másoknak ez az egy módja az, hogy ki tudjanak törni a szürkeségből. Szoktunk hozni podcastunkban megmondtunk kategóriájú híreket, és íme a Toyota bebizonyította, hogy nagyon is megmondtuk, méghozzá azt, hogy nem sokára olyan szolgáltatások, amik teljesen triviálisan járnak az autónk megvásárlásához, hirtelen fizetős, ráadásul előfizetős rendszerben fognak a továbbiakban elérhetővé válni. Ezúttal a távindítás lehetőségét
emelte ki, mint előfizetős termék. Tehát azok a Toyota tulajdonosok, akik 2018-nál frissebb modellekkel rendelkezzenek, ne lepődjenek meg akkor, hogyha a korábbi távindítás funkció már egyik percről a másikra elérhetetlenné válik. Kivéve persze, hogyha a Premium Audio vagy Audio Plus szolgáltatásokra is előfizet az ember, ami egyébként érdekes, minthogyha a autó motorjának közel lenne a benne hallgatott zenéhez. Nagyon földhöz ragadt vagy. Ez az autó külső és belső hanggenerátora lesz egyben. Tudod, villanykorszak. Minden esetre így nehezebbé válik így a hideg téli napokon távolról bemelegíteni az autónk motorját. Kénytelen lesz az ember kimászni az ágyból, beleülni és kézzel beindítani. Korábban említettük, hogy a BMW az Apple CarPlay-t fizetőssé tette, ugyanakkor az nem egy autó alapfunkciójáról szóló szolgáltatás, hanem csupán a telefonunk csatlakoztatása a járművünkhöz. A BMW meggondolta magát ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy a Toyotának sikerülni fog-e ez a lépés. Lassan közeledünk szokatlan és szokatlanul rövid adásunk végéhez, de nem mehetünk el anélkül, hogy ne ajánljunk egy olyan terméket, amely minden bizonnyal felvillanyozza az üzleti készülődést. Méghozzá az Amazon Alexa, amely most már képes télapóként is üdvözölni a tulajdonosát. Ho-ho-ho-ho! Ehhez elég úgy hozzászólni eszközeinkhez, hogy Alexa, kapcsold be a Hello Santa funkciót. Hey Santa! És utána képes rá, megválaszolja az örök kérdést. Hey Santa! Jó voltam vagy rossz? Ezek után a piros ruhába öltözött Alexa feltesz néhány olyan kérdést az álszakálla mögül, mi szerint mit tudsz a rénszarvasairól, mi a kedvenc étele, és ezek alapján megsatszolja, hogy kapsz-e idén ajándékot vagy sem. Gyanítható, hogyha ezt a két kérdést összekapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy hát a kedvenc ételem a rénszarvas, és a rénszarvasaidat ettem meg nem régiben, akkor a válasz többnyire az lesz, hogy akkor ma már nem kapsz többet ajándékot, hiába ettél rendesen. Most komolyan le kell tagadnom, hogyha IKEA-s rénszarvas burgert ettem. Nem á! Az Amazon nagyvonalúságát mutatja, hogy míg a korábbi celebritás hangok, mint Samuel L. Jackson, Shaq O'Neal, vagy Melissa McCarthy. Charlie Chaplin nincs. Mint fizetős opcióként voltak jelen az Alexában, a télapót ingyen a közönség használatára bocsátja. Ezzel zárnám is a karácsony előtti utolsó adásunkat. A két ünnep között igyekszünk Best Of adással, illetve hagyományos szilveszteri baki parádéval jelentkezni. Reméljük addigra Benedikt felépül, addig viszont hallgassátok vissza az év legjobb adásait, lájkoljatok, shareljetek, kövessetek minket Telegramon is, mert Boris már nem bír velünk sokáig. Érezzétek jól magatokat az ünnepek alatt, kerüljétek a gyomorrontást, mi pedig jövőre friss felvételekkel jelentkezünk ismét. Sziasztok! Sziasztok!